régi kazának az alapterületére elhelyezve a két új kazán. A méretekből is látszódik, milyen különbségek vannak a jelenlegi és a valamikori berendezés között. A kazánok cseréje a város fenntarthatóbb, energiafelhasználás és költségek tekintetében hatékonyabb intézményi működési program keretében valósult meg a Mogyorósi János könyvtárban. A közel 9 millió forint összegű beruházást 50%-ban önerőből és 50%-ban egy kártalanítási keretből fizette ki a város. Az előkészületeket a mérnöki osztály bonyolította le az elmúlt két évben. Két évvel ezelőtt a intézménynek a karbantartóival közösen a radiátorszelepek és annak a vezérlő szabályzószelepei lettek lecserélve. Mi pedig akkor végeztünk egy ilyen energetikai számítás, az villamos energetikai számítás volt, és az összes, a régi kazánok mellett az összes cirkulációs szivattyú lecserélésre került. Egy új szivattyú került felépítésre. A július-augusztusban beszerelt új energiatakarékos kondenzátoros kazánoknak a fogyasztása körülbelül egy huszada a régihez képest. Az eszközök nagyobb hatásfokkal, gazdaságosabb működést biztosítanak. További költségcsökkentést jelent, hogy a korszerű berendezés már nem tartozik a légszennyező pontforrás kategóriába. Mivel két külön kéménykürtön távozik az égéstermék, így nem adódik össze ez a teljesítmény, tehát 270 kilovattos légszennyező forrásunk van, amire már nem vonatkoznak előírások, hogy jelentést kelljen küldeni minden évben a károsanyag kibocsátásról, nem kell itt megadott időszakonként bevizsgáltatni külső cégekkel, amelyeknek több százezer forintos költsége lenne, hanem innentől kezdve majd, hogy nem azt mondom, hogy úgy működik lényegében, bár nagyobb teljesítményű berendezésről van szó, mint egy lakossági felhasználónál, tehát jelentős költség megtakarítást hozott nekünk ezen a téren. Az új technológiának és kialakításnak köszönhetően ezentúl nem lesz szüksége gázérzékelő működtetésére sem a városi könyvtárnak.